tehát az embert, magát, a nőt, a hölgyet, ilyen nővel én még nem találkoztam világ életemben sajnos. Így reagált Csipa arra a kérdés, hogy mit szeret legjobb a Mádai Vivienben. Azóta mindenki azt találgatja, hogy vajon lenne esélye a nagy duett párjának a magánéletben is. Na jó, hát azt azért ne vicceljük el, mert hát ugye Vivi házas ember, ezt tudjuk, úgyhogy ilyen szempontból nyilván egy picit így félre mehet. De azért hallod, én nem tudom, mondtál-e valaha nőről ilyen szépet. Ezt ki kellett? Mondtam, csak nem nagy nyilvánosságban. Hát ezt most bevállaltam. Olyan kérdés. Bevállaltam, de hát ha egyszer így van. Ti úgy összefortatok, egészen elképesztő. Nem csak az adásban látszódik, hanem a fotókon is, amikor próbáltok. Tehát annyira cukik vagy. Jó, de én sokkal inkább azt mondanám, hogy őrült testvérek. Igen, de egyébként ez egy nagyon jó kifejezés ránk. Igen, így húzzátok egymást a jóban, a bolondozásban és mindenben. Ezen itt is látszik, látjuk a háttérben. Hogy éreztétek magatokat? Hú, nagyon kemény hetek állnak mögöttünk. Szerintem érződik rajtunk, hogy már egyre inkább fáradunk, de hát egyszerűen, amikor kiállunk a színpadra, az mindig akkor a boldogság, és szerintem az mindkettőnkkel így van, és nagyon jókat tudunk nevetni, nagyon, nagyon át tudjuk magunkat adni a produkciónak, úgyhogy nekem ez mindig egy ilyen... Épp ezt mondtam a reklámszünetben, hogy te vagy a legbátrabb amatőr már, mint hogy a párokból az amatőr, hogy mindig úgy beleveted magad, és úgy énekelsz, hallod, néha hangosabban énekelsz, mint Csipa maga. Igen, a hangos énekléssel próbálom a rossz éneklésemet Balázsban. Azt hiszem, hogy ha hangos, akkor talán jobb, de nem, mindig rájövök, hogy egyébként nem. De ide is énekelve jöttél már be, ez rád ragadt? Tényleg? Igen. Észre sem vetted? Lehet, hogy gyakorolsz meg. Képzeld el, Csipának mondtam múlt héten a büfében, hogy sorolt a szegény a felszervezottaknál. Hogy is van a díjbeszedő, a postás, meg a képkereskedő, vagy mi a sorrend? Itt tanult a szegény. Igen. Hogy most is gondolom, hogy akkor próbálod memorizálni. Hát próbáljuk, most már 3 dal van, szóval... És ilyenkor szerintem abszolút nem fog az agyunk, nem? Hát főleg az enyém nem. Már ebben a korban. Meg egyébként sem fogod soha. Annyira könnyen. És mi ez a 3 dal, Csipa? Igen, szóval a Zene nélkül mit érek én című sláger lesz. Aztán van a Raboldal, a Bonnie and dal, a Ma Baker. Ma Baker. Igen, amit a Jani Csákveceik és a Simon Kornélektől raboltunk, a Bonnie M-től. Illetve van még egy, a Nenátra, a Nagy Ciklubbalon. Azt a németül? Igen, szóval német, angol. Csak ki leszel ebben a szerepben, én már látom lelki szemeimben. Nagyon küzdök ezzel a dalszöveggel, tényleg most már 3 napja próbálom memorizálni, és annyira nehezen megy, talán most már tegnap este úgy feküdtem le, hogy tudtam az egészet. Csak amikor már összefolynak koreográfia, ráadásul döntő, ilyenkor az ember még inkább próbálja oda tenni magát. Szóval összetett a dolog. Meg még annyit a dalszövegről, hogy nekem Vivi rendesen a Máté Péter dalszövegét lerajzolta, mint egy gyogyósnak. Tető nélkül, apró házat, mondjuk én és a kerted a virág nélkül, és lerajzoltam neki a rajzokat, mert mondtam neki... És a rajzot képzelem magam elé, hogy ez meg eszembe sor. Tud folyamatosan haladni. De és így könnyebb is volt már tanulni? Igen. Segített? Igen. Hát akkor ráérzed, hogy ennyire kiismert, ennyire jók vagytok együtt. Igen. Úgyhogy biztos hiányozni fog egyébként. Tehát pont valaki kérdezte, hogy hát és milyen lesz, hogyha így hirtelen vége lesz. Szóval tényleg olyan, mintha járnál egy gimnáziumba, tök jól összeszokik a csapat, imádod az összes táptagot, imádsz bemenni az énekórákat, és egyszer csak eljön a ballagás napja, ami most lesz vasárnap, és utána soha többet ez a csapat így nem lesz együtt. Vagy lehet, hogy csak én vagyok ilyen túlérzelmes, és ez, hogy a hála Istennek végre nem látom ezeket többé. Hát azért utána következő 2 vasárnap nekem kellemesen fog telni. Meg kell jönni, de aztán már tényleg hiány. Persze. De azért itt tarthatjátok a kapcsolatot, fogjátok? Mindenféleképpen szerintem fogjuk is, már csak azért is, mert... Még tartozol, még festménnyel nekem? Igen, mert készül az első nagy lemezem, úgyhogy... De hogy is te És te meghallgattál? Mert most az előbb is... Nem, gondoltam, hogy vokáloznék az egyik dalban, mert te megengedett. De szépen táncolok. És beszállnék abban. Szóval fogok énekelni Hooligans koncerten, úgyhogy... Komolyan? Igen, de csak jó. Egy szám erejéig, úgyhogy aki eddig nem vett jegyet, most már ne is vegyen. Nem, Balatonfüreden egyébként. Igaz, Csipa? Úgy van, ott fogunk játszani, és megimitáltuk Vivit, ha már egyszer otthon van. Na jó, és amit a legjobban utálsz a koreográfiák, hogy mennek hétvégére? Azzal én nem nagyon foglalkozom. Azok mindig csak úgy jönnek. Majd a Vivi villant kettőt. Természetesen az Anikó a koreográfus, de igyekszik rajtam segíteni, de hát nem sokszor sikerül. A többit ott találom ki magának, a felét. Nagyon várjuk. Tök nagy jó mozgató. Vasárnap este 18:50, egy kalappal nektek. Köszönjük szépen. Ez már jó, mint egy léghajó. Ez már jó, repülsz, mint egy léghajó. Az én paradicsom.
Ez marha jó,